azért szeretnék pénzt keresni a YouTube-ba, hogy nagyon felidegesítsem a tekit. Ez az egyetlen célom. Sziasztok, ez itt a Kókuszcsapat! Nézzétek meg ezt az embert. Igen, amikor valaki teljesen leépül szellemileg. Üdvözlő itt a Fókuszcsapat! Tegnap jött pár válasz a felkérésemre. Nem feledkeztem el róla. Meg végre valaki küldött be egy saját videót is, Navigátor, és megjegyeztem. Szóval visszatérünk rájuk, de most beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért ilyen nehéz megszólítani a mai fiatalokat. A kormány példáján keresztül. Amúgy alapból ez a Magyarság Kutatóintézet egy rejtés számomra, de biztos jó valamire, például rengeteg pénz mosására. Az egészséges keresztény nemzeti értékek és a jövőkép elmélyítését, a tudatformálást, a fiatalok lelkének megszólítását is célozza a kormány új 16-18 éveseknek szóló táboroztatási programja. Táboroztatás, ami alapból nem az a dolog, nem? Én imádtam táborozni gyerekkoromban. Tudom, hogy valaki nem szeretett, de barátokkal tök jól álboltunk. Rájött a választások után a Fidesz, de szerintem nem csak ők, hogy nehéz megszólítani a fiatalokat. És valami okos kitalálta, hogy akkor kell a Vándordiák 10 000 táboroztatási program. Első körben annyira kínosnak érezték, hogy lesöpörték az asztalról. Ennek így kellett volna maradnia valószínűleg. De ezek szerintem vannak épeszű emberek ott is. És valószínűleg hamarosan kormányhatározat formájában kihirdették a magyar közlönyben. Mondhatod, hát tök jó táborokat csinálnak a gyerekeknek. Bár, hogyha azt hívja életre, hogy a választásokon kevés fiatal szavazott rájuk, az már alapból aggódik az ember, hogy nem a legnemesebb indokok vezetik őket. A fiatalok magukévá tehetik a keresztény nemzeti értékrendet, illetve elmélyíthetik identitásukat, kulturális elkötelezettségüket. Ez mit jelent amúgy? Aki már alapból ilyen, az nem kell átnevelni, aki meg nem ilyen, azt nem fogják egy hét alatt átnevelni. Másfél meg nem is biztos, hogy ez a legegészségesebb dolog. Elmélyíthetik identitásukat. Ez mit jelent? És milyen órák lesznek? Magyar tudósokról tanulnak, hogy minden magyarok találtak föl, ilyenek lesznek? Ilyen, így véd meg kommentben a Fideszt óra. Legtöbb Nobel-díjas itt van. Szóval az két szinten van baj. Egyik az, hogy egy ilyen nem működik. Minden épeszi ember tudja, hogy ebből semmi nem lesz. Másfél, ha működik, akkor meg az a baj, hogy önkényesen átnevelik az embereket. És ezt mi fizetjük. 4,5 milliárd forint közpénz áldoznának rá. Azaz fejenként 450 000 forintot áldozhat az állam a fiatalok szemléletének formálására. Az akkor nem egy hetes tábor, ez egy egész nyáron tartó tábor. 450 000 forint. Lehet, hogy egy kicsit a pénz is benne van a dologban, mert 450 000 forintból én megveszem a szandbérletet, és végig a szandon belül iszok. Nem akarok tippeket adni az államnak, de 4,5 milliárd forintból meg akarják szólítani a fiatalokat, akkor sokkal hatékonyabban meg lehetne szólítani. És akkor ebben még nincs benne az, hogy ugye mennyi esetben sikerül, szóval igazából több millió forintot költ a Fidesz egy-egy szavazóra. Egy-egy potenciális szavazóra. A lap szó szerint ismerteti a Vándordiák 10 000 fő céljait. Megerősíteni az anyanyelvű kultúrában élő fiatalok nemzeti identitását, kulturális elköteleződését, egészséges nemzeti jövőképét. Annyira kívül esik az én komfortzónámon ez a nemzeti identitás. Ez nekem mindig is furcsa volt, hogy valaki ennyire a nemzeti identitásába találja meg önmagát, miközben attól függően, hogy hova születtél, most az a világ közepe számodra. Oké. Az a legrosszabb, amikor elhiszed, hogy ahova születtél, az tényleg a világ közepe. Úgy objektívan azt gondolod, hogy ez mindenki számára a világ közepe kéne legyen. Például nekem lehet, hogy jól jön egy ilyen nevelés, mert én nem gondolom, hogy én attól jobb vagy rosszabb lennék, hogy magyar vagyok. Egyszerűen ide születtem, és ez van. Nem biztos, hogy ezt választottam volna. De hát ez sikerült, szóval... Lehetett volna rosszabb is. Sőt, valószínűleg több rosszabb eset van, mint jobb. Ez olyan, mintha büszke lennék arra, hogy férfi vagyok. Vagy büszke lennék arra, hogy barna a hajam. Nem rajtam múlt. Szóval most ez talán nem ez kéne, hogy meghatározzon,
hanem valami olyasmi, amit én értem el, vagy amit értéket én gondolok. Én megtalálok, és megtalálom benne magam, nem az, ami így alapból kaptam, hogy én magyar lettem, jó, akkor ezzel tudok azonosulni. Akkor, de nyilván, amikor a fiatalok keresik az identitásukat, és épp ha egy olyan közösségbe kerülsz, aminek ez határozza meg az identitását, hogy magyar, akkor szeretnél a közösséghez tartozni, akkor utána átveszed te is, de szerintem ebből azért kinőnek az emberek. Keresztény nemzeti értékek elmélyítése, tudatformálás. Na most már bebontuk a vallásokat is. Nem tudom, mennyi dolgot akarnak egy hét alatt, vagy nem tudom, hány heteset hábor. De ezeket még egy 16 év nevelés alatt is nehéz átadni. Nemhogy intézményesített formában tömegeknek. Fiatalok lelkének megszólítása, akármit jelentsen ez. Mi lesz a következő, hogy heteróvá átnevelés, nem? Az lesz a következő. Kifehérítő, heterósító táborokat csinálunk. Mi jut az embernek eszébe az ilyen átnevelő táborokról, és nem a dicső múlt jut eszembe, hanem inkább a legsötétebb korszakai a történelemnek. Az sem túl, hogy is mondjam, biztató, hogy ezt nem kiröhögi mindenki, hanem ezt úgy látszik, felnőtt emberek komolyan gondolják. Nem hiszi bárki ugye, hogy ebből ez eléri a célját majd. Ebből a közröhely lesz. Ez lesz maga a cringe. Ott fog meg baszni. Igen, nehezen hiszem el, hogy ez nem lesz közröhely a fiatalok körében. És ebből látszik, hogy ezek az emberek, és nem csak a Fidesz, nagyon sok a rendszerváltáskor fiatal ember teljesen elveszti a kapcsolatot a fiatalsággal. Hogy mondjam, ez inkább ilyen tüneti kezelésnek tűnik. Gyors valamit csináljunk, neveljük át azt, akit eddig nem sikerült, de ez hosszú távon nem vezet eredményre. Hogyha tényleg meg akarják szólítani a fiatalokat, az egy egész szemléletváltás, amit évtizedekig tudatosan csinálni kell, és az, hogy ez még a marketing cégeknek is, a Coca-Colának, meg az ilyen óriás cégeknek, akiknek tényleg 4,5 milliárd forintnál jóval több pénzük van erre, azoknak is nehezére esik. Belső mérések szerint ugyanis a mai tizenévesek leszarják a politikát, és a kormány régi soros, civil, migránshozásos dolgok egyszerűen nem hat rájuk. Inkább olyan témák izgatják őket, melyeket a kormány előszeretettel söpör a Soros György alakú médiaszőnyeg alá. Köz, illetve felsőoktatás gondjai, MTA feldarabolása, albérletárak. Valós problémák érdeklik a fiatalokat? Jézusom, ki gondolta volna? Csak sokkal nehezebb a valós problémákat kezelni, az a baj itt. És nyilván sokkal egyszerűbb az ászlóra tűzni olyan problémákat, amik igazából nem is problémák, és akkor mondhatjuk, hogy megoldottuk őket. A fiatalok nem olyan hülyék, mint szeretik gondolni az idősebb korosztály, hogy a fiatalok csak mobilot nyomkodják egész nap, és kurva hülye az összes. Nem. És ezért nem lehet olyan hülyének nézni, mint a szegény, kiszolgáltatott nyugdíjasokat. Itt vannak a fiatalok, akik már sokkal otthonosabban mozognak a online térben, és beletörik a bicskájuk. Jaj, jaj, jaj. Lenne gyomrom hozzá, tizedennyi pénzből tudnék egy olyan kommunikációt csinálni a Fidesznek, ami hatásosabb lenne, mint ez. Kezdhetnék azzal, hogy a Fidesz, mint Fiatal Demokraták Szövetségének átlag életkora 52,6. Ez még számomra is, aki követi a trendeket, és nem vagyok túl idős. Nehézség folyamatosan képbe lenni, hogy épp a fiataloknak mi az érdekes. Mi az, amivel meg lehet őket szólítani. El tudom képzelni, hogy 50-60 évesen tényleg belegebednek abba, hogy a faszba lehet megszólítani a fiatalokat. Hát nem így. Ez volt már a fókuszcsoport. Remélem, hogy sok fiatalt meg tudtam szólítani. Szevasztok, fiatalok! Gyertek, szeretnétek egy kicsit Jézusról beszélgetni? Tudod, mi lesz a legjobb ebben a Fidesz nevelő táborban, amikor sketcheket lehetne csinálni, hogy hogyan próbálnak fiatalosak lenni a öregek. Úgy köszöntik majd fiatalokat, hogy bemegy az Orbán és reppel nekik. A fiatalok elolvadnak majd a cringe-től. Fiatalok, vigyázzatok, hogyha a következő években táborba küldenek titeket, mert lehet, hogy egy igaz magyarként értek vissza. Egy igaz magyarként. Lehet, hogy egy nagyon magyarországos tetoválással tértek vissza. Próbálom eljátszani egy öreget, aki fiatalosnak akar tűnni. Nagyon sok rétege van ennek. Ez volt már a fókuszcsoport. Kövessetek Instán, meg mindenütt. Jó. Holnap
ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.